változékony és nagyon szeles időben került megrendezésre a VHB RTC Open döntője, melyben a 489. helyezett Piros Zsombor által magyar érdekeltség is volt. A 25 000 dolláros verseny fináléjában a 18 éves magyar ellenfele a második kiemelt, 416. helyen álló román Dragos Dima volt, aki idén már nyert egy future versenyt, összességében pedig 7 torna győzelemnél tart. Az első játszmában Zsombor 3-2-nél brékelt, majd a játszmát 6-3-ra nyerte meg, a román vállát pedig kezelni kellett a szünetben. A második szedben Zsombor break hátrányból jött vissza, 0-2 után sorozatban 6 gémet nyerve, 6-3-6-2-re győzött és megszerezte karrierje első profi torna győzelmét. Ennek rettenetesen örülök, mivel tényleg ez volt a negyedik profi döntőm. Sajnos háromból eddig semmit nem sikerült megnyerni, pedig mind a három döntőm kielezett volt. De ebből mind a háromból tanultam, és szerencsére az egész héten higgadtan tudtam játszani. És az előző héthez képest is sokkal robbanékonyabb voltam, sokkal jobban fókuszáltam, és tényleg minden összeállt. És tényleg szinte mindent megtettem annak érdekében, hogy az előző hétből így kimásszak abból a gödörből, és a legjobbamat tudjam itt nyújtani. Ez a 25 ezeres versenyen és szerencsére sikerült, szinte minden működött. Nagyon profin csináltuk ezt a hetet, és nagyon örülök, hogy győzelemmel tudtam befejezni ezt a versenyt. Nagyon jól bekezdett, mi mind a ketten szinte 100%-os bedobással kezdtük a mérkőzést, nagyon lassan pörögtek a gémek, és tényleg mindig azt éreztem, hogy egy hajszál választ el, vagy engem, vagy őt attól, hogy lebrékeljük a másikat, főleg az első szedben, és szerencsére voltak időszakok, amikor én voltam, szerencsése volt, amikor ő. Én pár fontos pillanatnál ütöttem egy-két nyesést, ami a szél így valahogy rádobott a vonalra és megcsúszott persze, de nem a szerencsém múlt a meccs. Szerramat emelném ki egyébként, tényleg ez a héten nagyon jól működött. Sajnos még nem stabil, szóval hosszú távon nem tudom. Remélem azért, hogy jobb lesz, de ez a héten működött, és annak is nagy szerepe volt abban, hogy most itt lehetek ezzel a kupával. Beszéltük meg, hogy ha itt ezen a héten döntőzök, vagy megnyerem, akkor megyünk Challenger Qualira, és ha nem, akkor folytatjuk a 25-öst. Én nagyon szerettem volna mondóval szerepelni, mert a Challenger tornákon nagyon szeretek magasabb szinten teniszezni, és tanulni, és most az lesz a következő 2-3 Challenger verseny.